Műsorunkat a Hitspace, a Neumann, a Sennheiser, a Universal Audio és az ATC támogatta. Stratégiai partnerünk a Magneoton Music Group. Sziasztok, szép jó estét kívánunk mindenkinek, ez itt a Magyar Producer Workshop legújabb élő adása. Sok szeretettel üdvözlöm mindenkit, és mai vendégünk így az őszi évad első alkalmakor Tóth Péter Benjamin, az Artis Juszból sok szeretettel üdvözöllek. Hello, sziasztok! És amíg a srácok így megérkeznek, titeket is üdvözlünk, jelen vagyunk Youtube-on, Facebookon, így egy időben, és arra gondoltam, hogy egy picit ilyen könnyedebb témával érkezünk vissza a nyári szünetből, remélem mindenki kipihente magát, úgyhogy jöhetünk az izgalmas új témákkal, és belemegyünk a szerzőjog fondorlatos világába, ami mindig kérdés számotokra, és arra gondoltam, hogy ma Petinek felteszem azokat a kérdéseket, amit a leggyakrabban szoktatok kérdezni, illetve az élő adás alatt ti is tudtok kérdezni, és a második órában is itt marad velünk Péter, és ott meg a belső csoportosok tudnak kérdezni, illetve rengeteg olyan témát hoztam, ami szerintem minden szerző producer énekes számára szerintem egy nagyon fontos dolog. Ha szeretnétek támogatni az adásokat, akkor a támogatói csoportoknak a megvásárlásával tudjátok ezt tenni, vagy már külön meg tudjátok venni az MPV kurzusokat is, Rolambozuli és Jai Tominak a tanfolyamát is a weboldalon. Ennyi volt a közérdekű közlemény, felét fordulok. No, mikor kimondjuk, hogy Artisius így zenei berkeken belül, akkor mindenki egy picit felszíszen, sokra téves info. Szerintem kezdjük azzal, hogy egy kicsit itt a szervezetnek a, a, a munkáját egy picit körülírjuk, hogy mivel is foglalkozik pontosan az Artisius, és mi, miben más, mint mondjuk a többi ö, szervezet, és akkor utána így megyünk tovább a kérdésekkel. Olyannyira összetett ez a dolog, hogy szerintem még erre a kérdésre se lehet rögtön válaszolni, De. mert érdemes azt megnézni, hogy a zeneiparban milyen főbb szereplők vannak, mert aztán ezen a térképen tudjuk elhelyezni majd az artisztuszt is. Alapvetően egy dal ugye úgy születik, hogy egy szerző megírja a dalt, aztán utána egy előadó előadja, és aztán ez hangfelvételre kerül. Ez a három fő kulcs szereplőnk van, akire oda kell figyelni. A dalszerző, az előadó és a hangfelvételnek a jogtulajdonosa az, aki elkészítette azt a, azt a hangfelvételt. Nyilván ez nagyon gyakran be is tud esni, tehát van olyan helyzet, amikor valaki a saját dalát előadja és maga rögzíti, meg vannak olyan esetek is, ahol akár mindegyik szerepkörben egy csomó szereplő van, ugye hallunk most már ezekről a dalokról, amiknek 30 szerzője van, ez is egy opció. Ebből a három szereplőből mi a dalszerzőket képviseljük, ami ugye az egész zeneipari értékláncnak a legelső láncszeme, ez az a pont, ahol megszületnek az új, az új dalok mi zeneszerzők, szövegírók jogait képviseljük. Az a dolgunk, hogy ahol elhangzolnak a, zeneszámok, bárhol az országban, bármilyen formában, azután mi jogdíjat beszedjük, és ezeket a jogdíjakat eljuttassuk a szerzőknek. Tehát ez a nem annyira, nem annyira magasztosnak tűnő dolog, ez a pénznek a beszedése és eljuttatása azokhoz, akik írták a dalokat. Ugye ez az egész rendszer úgy működik, hogy nem fizetést kap a, a, a dalszerző, hanem utólag a dalok sikere alapján jogdíjat, tehát ugye ezt mindannyian tudják, tudjátok, akik... Igen, a jogdíjat szeretik keverni amúgy az eladásokkal, nagyon, nagyon sok fronton, tehát ennek semmi köze az eladásokhoz, ami a disztribútoron keresztül vagy a kiadón keresztül érkezne, tehát ez egy teljesen másik forrásból ö, érkezik az előadókhoz, csak hogy így még jobban túlmagyarázzuk a dolgokat. A keveredés az azért szokott lenni, mert ha valaki szerző is, meg előadó is, akkor ezt tudomásul kell venni, hogy ez olyan, mintha két külön sapka lenne a fejeden, hogy most szerzőként így kapok pénzt, előadóként így kapok pénzt, és ha még ráadásul hangfelvételjogtulajdonos tulajdonos is vagyok, akkor ez megint egy harmadik szerepkör. Igen, de ott már a mahasz jön a, a térbe. Bele így van, kicsi, azt tehát... lehet mondani, hogy a szerzők azok az Artisius a jogkezelője, és a szerzőkhöz tartozó iparági üzleti szereplő, azt úgy szokták hívni, hogy publisher, vagy magyarul zenemű kiadó. Az előadóknak a jogkezelője az az EI, vagy előadó művészi jogvédőiroda, és az előadók azok a hangfelvétel kiadókkal szoktak kapcsolatban lenni, vagy label angolul és a hangfelvétel jogtulajdonos az pedig szintén a hangfelvétel kiadóval van valamiféle jogviszonyban. És akkor minden országban külön egy ilyen szerzőjogvédői szervezet van, és a, ezek között, a szervezetek között akkor megvan van a kommunikáció. Tehát tegyük fel nekem magyar állampolgárként mindenképpen az Artisiusban ban kell bejelent, vagy ajánlatos bejelentkeznem. Alapvetően akkor érdemes, példák nyilván vannak. Igen, inkább azt lehet mondani, hogy ott annál a jogkezelőnél van a természetes helyed, ahol a leggyakrabban elhangzanak a dalaid. Tehát ez az online világban egy kicsit nyilván már változott, de hogyha visszamegyünk egy picit a rádiók vagy a koncerteknek a világába, ott elég természetes az, hogy egy szerzőnek egy területen van igazán sok elhangzása, annál a jogkezelőnél érdemes, érdemes taggá válni. De elég adja magát, hogy egy magyar szerző az Artisiushoz kerül, mi beszélünk is magyarul, a honlapunk is magyarul van, folyamatosan különböző tartalmakat gyártunk a dalszerzőknek, ami alapján ők megismerhetnek minket, meg egy picit be tudnak kapcsolódni ebbe. A Mennyire a járható az az út, ha mondjuk én Magyarországról dolgozom, de valamiért úgy hozza az élet, hogy én mondjuk Amerikában vagy Németországban pördök nagyon, és sehol máshol nem. Ö, megoldhatója az, tudom, hogy megoldható csak, hogy ez így mennyire érvényes még ma, hogy mondjuk kijelentkezek az Artisiusból, de csak mondjuk a németországi területekből, és ott átkérem magam mondjuk a Gemába, és így mondjuk egyszerre benn vagyunk még az Artisiusba, és a Gemában is, de a Gemá csak a németekre, vagy az osztrákokra vonatkozik. Ugye vannak dalszerzői jogaid, amiknek minden, minden mm -hmm. dalra megvannak a te saját részesedéseid, az egyik dalban százalékban, mm -hmm. vagy szerző másikban csak 20%, stb és az, hogy ezt a jogmennyiséget, ezt ki képviseli, melyik jogkezelőnél van, az országonként egy ilyen jogkezelő lehet. Tehát Magyarországra egy, Szlovákiára egy, Németországra egy. Általában hogy ez a legegyszerűbb esetben úgy néz ki, hogy az Artisius az összes területre képviseltéged, és ilyenkor mi a helyi szervezetekkel megállapodásban vagyunk, ők beszedik a mm. jogdíjat, eljuttatják hozzá, mi kifizetjük, de azt is meg lehet csinálni, hogy valaki ezt elkezdi leosztani, és azt mondja, hogy én közvetlenül akarok ezen a területen, meg ezen, meg ezen kapcsolatban lenni. Azért ez már egy eléggé pró uh -huh. szint szerintem, a kiinduló pont az elég annyit tudni, hogy egy jogkezelőhöz érdemes bejelentkezni, mert akkor lesznek jogdíjak a koncertekből, rádiós, tévés elhangzásokból, hangfelvétel kiadásokból, vagy onlineból. Mi most a legtöbb amúgy így bevételi szempontból? Mondjuk egy, egy előadónál általában. Egy, ez egy elég érdekes dolog. A leve azt lehet mondani, hogy egy zenész az több lábon áll. Tehát ez mindenféle felmérés mutatja, hogy a legnagyobb bevételi ág az azért a fellépések után járó díj a gázsi, amikor az előadó közvetlenül ugye az adott rendezvény szervezőjével van kapcsolatban, és így kap fellépti díjat. Utána a második legnagyobb forrás az pedig a szerzői jogdíj, azt lehet mondani. Egyébként nagyon sok apró bevételi ág van, ez már függ attól, hogy valaki mit én, vállal e tanítványokat, akkor van abból és is bevétel. -e, de mondjuk igazából olyan vagy... szerzőt, így a jogdíj nemekből gondoltam. Ha a hogy... jogdíj belül nézed, akkor ott pedig az a érdekes helyzet van itt Magyarországon, hogy van két eléggé fontos kiemelkedő jogdíj, amiről egyébként keveset lehet általában hallani. Az egyik a úgynevezett gépzenei jogdíj, tehát a különböző üzletekben szóló zene után beszedett jogdíj, a másik az pedig a, az üres hordozók, tehát memóriakártyák, pendrive-ok. -ok tehát itt ezek a, a matricákról beszélünk. Ugye ez pont mind a kettő olyan, ami egy ilyen, ha úgy tetszik, nem címzett pénz. Ezeket mi ugyanúgy koncertes, rádiós, televíziós, online adatok alapján osztjuk föl. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy eléggé vegyes képet mutat, tehát nem lehet ma azt mondani, hogy egy kiemelkedő helyen, ha ott vagy, akkor biztos, hogy abból jól keresel, a többiből pedig nem. Talán azt lehet mondani, hogy mégis a legerősebb az a televízió. Uh -huh. ez ennek És az nagyon... part, tehát ez fizet a legjobban, jól értem? Igen, tehát a jogdíjban ez, ez eléggé adja magát, ha az ember végig gondolja azt, hogy a televíziónál nagyon magas a reklámoknak az értéke is, tehát eleve van egy, egy nagyon magas reklámbevétel, amiből a jogdíjat lehet százalékosan kiszámolni. Másfelől az emberek túlnyomó része az előfizet valamilyen kábelcsomagra, amiből szintén van egy jogdíj rész, uh -huh. ami, a, ami a szerzőknek jut el, a dalszerzőknek jut el. Tehát ezért lehet azt mondani, hogy a tévé az erősebb, mint a rádió, ahol eleve a reklámok is kisebb értékűek, és senki nem fizet elő rádiócsomagokra, hanem csak bekapcsoljuk a rádiót és hallgatjuk. Tehát ezek adják meg azt, hogy mi a természetes súlya egy-egy ilyen területnek. Mi a helyzet az új generációs bevételi forrásokkal, mint a YouTube, Spotify, streaming szolgáltatásokkal? Mennyire vannak hozzátok csatolva, illetve hol vannak itt a határok? Mert, mert, nyilván kiadón keresztül is fel lehet kerülni ezekre a csatornákra, a disztribútoron keresztül is, mármint úgy, hogy valaki self distribútort használ valamilyen közbűs céget. Mi az, ami hozzátok folyik be, és mi az, ami mondjuk effektíve kifejezetten a disztribútorhoz folyik be? Hozzánk kifejezetten a dalszerzői rész jön, uh -huh. Ugye, hogyha valaki szerző is, meg előadó is, akkor előadóként, vagy akár saját felvételeinek a jogtulajdonosaként, ő a, az agregátoron keresztül fog egy, egy részt kapni a, a bevételből. A dalszerzői jogdíj rész az, amit mi az Artisius kezelünk. Hogy ezek milyen súlyt tesznek ki, ebben sincs egyébként olyan nagyon nagy meglepetés, ahol a közönség közvetlenül fizet a tartalomért, ott mindig magasabbak fajlagosan a, a beszedhető jogdíjak is. Tehát a, a, a YouTube-nak az ingyenes verziója, amit a legtöbben használnak egyébként, meg a legtöbben fogyasztanak az országban, az kisebb értéket képvisel, mint a Spotify, Deezer. De a Spotify-ban is van ingyenes, tudod? Hogy... Igen, csak ott kevésbé, aha, al arra, aha. Hogy kevésbé alakult ki az a fajta fogyasztói közeg. Tehát általában azt lehet mondani, hogy ahol előfizetéses modell van, ott azért magasabbak a jogdíjak, Azért nagyon elkésett Magyarországon ez az előfizetői bázisnak a kiépülése, de most már elég látványosan beindult ez a folyamat. Tehát most éljük meg tulajdonképpen ez, tényleg némi késéssel azokat a hónapokat, éveket, amikor úgy tényleg beindult ez, és elkezdett látható összeggé válni a, a jogdíjtortában is az online. Igen, tehát én azt hiszem, hogy egy csomó ismerősemön keresztül egy csomó meg tudnak élni a Spotify-os bevételekből, még ez pár éve nem volt -e mondható. Tehát valakit ez mentett meg a COVID helyzetben. Uh -huh. Tehát ez, ez, ez mindenképpen egy ilyen tendencia. Hogyan kell elképzelni a szervezetnek a feldolgozási gyorsaságát? Most direkt ilyen laikus kérdésekkel jövök, mint amiket én nekem szoktak feltenni. Tehát, hogy mondjuk én lejelentem a dalomat, ami mondjuk most jelenik meg, és mint az a történik valami így mondjuk az elkövetkezendő x hónapban, mikor lát ebből mondjuk a, a lejelentő valamit? Tehát milyen gyorsáltabb ezeknek az adatoknak a feldolgozása vagy az átfutása? Azt gondolom, hogy ez a rendszer ez nem kimondottan a, a, a real-time jellegéről híres. Igen, pont, híres, pont, pont szóval erre akarok azért, ráfeküdni. Ezt azért el lehet, el lehet mondani. Ennek megvan a, a maga oka, és azért ebben van egy folyamatos gyorsulás, tehát azt lehet mondani, hogy míg mondjuk a rádiós tévés jogdíjaknál az éves ritmus volt a jellemző, és a mai napig egyébként ez van, tehát hogy a 2022-es <kül> jogdíjakat azokat 23 májusában fizetjük ki, ez a, ez a normál tempó, ezzel szemben mondjuk az online jogdíjaknál már a negyedéves ritmus az, ami, ami elvárható. De a negyedéves ritmust még az online-nál is úgy kell érteni, még a legpörgősebben, leggyorsabban dolgozó jogkezelőnél is a világon, hogy nagyon sok ilyen adategyeztetési kör van a háttérben. Tehát, hogy a szolgáltató elküldi az óriási adatállományokat a jogkezelőknek, azok beazonosítják, hogy mi az, ami hozzájuk tartozik. Nyilván alapvetően automatikus eszközökkel, némi emberi munkával megtámogatva abból van egy visszaállomány, akkor ott konfliktusok vannak, mert ugyanarra a dalra esetleg többen gondolják azt, hogy annak valamekkora része az övé, hogy ezeket a konfliktusokat kell kezelni. Hát hogy ennek van egy ugyan negyedéves ritmusa, de, de nem egy-két napon belül, hanem abban is van azért egy ilyen majdnem egy negyedéves csúszás, mire ezekkel tudnak jutni a szerzők. És gondolom a külföldön keletkező jogdíjak már még picit még jobban csúsznak, mire Azok még hozad. jobban csúsznak, vannak rá szabályok, belső szabályok, hogy amikor megtörténik egy felosztás a saját szerzőnek, akkor utána 30 napon belül mm. el kell küldeni mm. a külföldi jogkezelőnek is, de alapvetően azt lehet mondani, hogy mi egyébként ezzel kapcsolatban viszonylag kevés panaszt kapunk. Egy ilyen jogdíjrendszerben nem a nagyon rövid távú, mm -hmm. gyorsan fölfut, három hónap alatt kifut eh, módon lehet megtalálni a számítást, hanem ezek tényleg évek, évtizedek alatt. Eh, Viszont az egy passzív, kvázi passzív vagy jelentenben... tud, tud növekedni, ami ja. nem igaz, mert nem passzív, de végül is. Ha valami pörög és bekapja a gépszín, akkor évekkel később is tud ebből bevételkedkezni. Tehát a, ha belegondolsz abban, hogy ilyen rádiós példán maradva, hogy mire a rádiók mind befizetik az adott évi jogdíjat, aztán hozzájönnek ezek az üzletektől beszedett jogdíjak, az ilyen üres hordozókból beszedett jogdíjak, hogy ezekből egy olyan jogdíj alap legyen, amit értemes felosztani, és nem azonnal pörgetni ki a filléreket, ennek azt gondolom, hogy ez a ritmus alakult ki, és ez nem véletlen. Tényleg volt itt a csoportban egy olyan kérdés, hogy mi a helyzet akkor, bár ez most egy ilyen közbűső, de pont ide tartozik, hogy egy csomó olyan rádió van, akik nem fizetnek jogdíjat, de mondjuk játszák mondjuk a XY-nak a dalát, hogy ilyenkor mi van, amikor nincs miből kifizetni? Hát, a jogdíjrendszer, az egy, igen. Az egy olyan csoda, ami, amit beszed, azt tud felosztani. Igen, igen, ezért de mondom, de... hogy ilyenkor mi a, a, a szituáció. Tehát akkor, ha nem fizet mint az XY rádió XY-dal után jogdíjat, akkor azt nyilván ti se tudjátok kifizetni. Igen. Hát azért, hogy ez egyértelmű legyen, azért a hagyományosan működő mm. rádiók, azok mind fizetnek jogdíjat. Szerintem nem nagyon van olyan, amelyik nem leszek legfeljebb ilyen, ilyen webes rádiók mm -hmm. tudnak mm -hmm. lenni, azoknál tud -e ugyanaz a téma előjönni, hogy egyáltalán hol kerül jogosításra, megvannak-e a megfelelő adatok de igazából a, a klasszikus FM alapú rádiók mm. azok mind fizetnek jogdíjat. Jó, menjünk akkor itt a, a szerzőjogi dolgokra ezekre a legizgalmasabb kérdések aztán majd minden, innen a csoportból is fogok szemezgetni, és a második órában meg végigveszünk egy teljes folyamatot, hogy egy induló előadónak mi mennyi feladata lehet a regisztráláskor, mit kell figyelni, lejelentések, úgyhogy menjünk egy kicsit prop témában is a második etapban. No, ami mindig szembe jön, hogy maga az Artisius szeretik úgy kezelni, hogy mint egyfajta szabadalmi hivatal, hogy levédetek gyorsan valamit, hogy más ezt ne lophassa el tőlem. Mi az igazság ebben, hogy lejelentek hozzátok egy dalt, az miben képviseli, miben védi az előadót, és miben nem. Ha egy dalnak a, a jogairól van szó. Hát erre igazából nem egy válasz van, hanem kettő, mert az, az egyik válasz az az, hogy a, a szerzőjög az egy olyan képződmény, ami automatikusan véd minden új létrejött alkotást, legyen szó zenéről, irodalomról, festményről, akármi másról. Tehát hogy ahhoz, hogy védelem alá kerüljön, jogi védelem alá kerüljön, ahhoz nem kell egy ilyen formális aktus. De azért nyilván, hogyha olyan típusú vita van, hogy ezt most kiírta ezt a dalt, akkor bármilyen módon, ha az ember tudja azt igazolni, hogy én ezen a napon már kész voltam vele, én ezen a napon már regisztráltam, akkor az akár egy bírósági eljárásban is jól jöhet őszintén szóval nem ez a leggyakoribb ügy, hogy ilyen, ilyen típusú kérdések legyenek. Nagyon ritkán azért előfordul, hogy egy, egy ilyen vitában segít az, hogy ő akkor már azt regisztrálta, tehát már lehet tudni, hogy legalább azon a napon biztosan kész volt ezzel a dalral. És ilyenkor ö, sokan azt szokták kérdezni, hogy elég mondjuk egy ilyen demót ö, leregisztrálni, aztán kicserélik a véglegesre, vagy ennek hogy működik a folyamata. Ez nagyon sokszor előjön nálunk ezért kérdezem. Elég, elég lehet ez demóval ö, megtenni. Igazából ezeknek a hangfelvételeknek, amit mi minden ilyen dalregisztráláskor megkérünk, annak ö, a jelen az utóbbi időben elkezdett megváltozni. Ez nagyon sokáig tulajdonképpen csak egy ilyen bizonyíték volt, hogy valóban van mögötte egy létező dal, vagy esetleg, ha vita van, akkor van mihez nyúlni, meg lehet hallgatni. Most azért elmegyünk abba az irányba, hogy például a rádiós jogdíjakat már hangfelvételnek ilyen automatikus beazonosítással alapján azonosítjuk és fizetjük ki. Tehát ha már mondjuk ott van nálunk az a végleges verzió, akkor azt euh, tudjuk hangmintázni mi is, és az alapján fogjuk megtalálni. Tehát ilyen content ID-szerűség, mint hogy a, a YouTube-on. Azért hozzá kell tenni. Tenni, hogy ami kint van a Spotify-on, Deezer-en és a többi szolgáltatón, azok ezekben az ilyen hangmintatárakban már megvannak, tehát azokat megtalálja a rendszer, de Tény, hogy egyre inkább az a helyzet, hogy jó, ha már azt a végleges változatot tudja uh -huh. feltölteni a, a szerző, ami, ami tényleg kikerül a kereskedelmi forgalomba. Szóval a jó értem, ki a rosszul értem, tehát, hogy a szerzőjog anélkül is alapból megilleti az alkotót, legyen szó zenéről, videóról, képről, dalszövegről, uh -huh. úgyhogy sehova semmit nem jelentettünk be, tehát ez, a, tehát ez egy eleve, már akkor megkeletkezik az a jog onnantól kezdve, hogy alkottam valamit, uh -huh. és azzal, hogy regisztráljunk, regisztrálunk hozzátok, az a tulajdonképpen mondjuk egy ilyen bizonyítási erő lehet, ha mondjuk valami fajta konfliktus van. De, Így van. De nem ez a legfontosabb eleme ennek a regisztrációnak, hanem az, hogy bekerülnek hozzánk az adatbázisba ezek az adatok, és ugye innentől kezdve vagyunk abban a helyzetben, hogyha elhangzik a akármilyen falunapon, az X zenekarnak akkor a akkor be tudjuk azonosítani, megtaláljuk, hogy ennek a dalnak ő a szerzője, és ennek a szerzőnek ez a bankszámla száma, tudjuk kifizetni. Mi a helyzet abban, mi a, mi a, helyzet abban az esetben, amikor mondjuk tévesen van lejelentve? Mármint a, mondjuk a falunap oldaláról, mondjuk a tracklist rosszul van megírva, el van írva mondjuk az előadó, fel van cserélve, hibák vannak benne, és mondjuk emiatt mint egy automata rendszer ezeket nem tudja egyeztetni. Énként talán már amennyit beszéltünk, abból látszik, hogy azért ez egy elég komoly Igen. adatgyár, ami mögött van, tehát hogy tényleg irgalmatlan mennyiségű adat, irgalmatlan mennyiségű adatforrás van. És hozzá kell tenni, hogy azért egy, egy gyár az általában abban a helyzetben van, hogy megmondja a beszállítóknak, hogy ilyen minőségű anyaggal dolgozunk, ami ezt nem éri el. Hát akkor van nálatok egy-egy ilyen egy formátum? Nekünk is megvan ez, de de sokkal nehezebb dolgunk van ebből a szempontból, mert tényleg nagyon sok minőségféle, nagyon sok személlyel, nagyon sokféle minőségű adattal van dolgunk. Tehát nagyon gyakran előfordul az, hogy nem olyan minőségbe jön be az adat, mint ami igazából hasznos lenne sajnos nem is csak a falunapoknál, hanem tényleg sok esetben még akár nagyobb televízióknál se úgy jön az adat, hogy az be lehessen azonosítani. Rossz címet adnak, rossz előadót írnak hozzá, ilyesmi. Ugye ilyen helyzetben mi azt a pénzt azt félretesszük egy ilyen azonosítatlan egy ilyen függő, számla. Függő számlára, és ezeket az ilyen azonosítatlan elhangzásokat, ezeket kitesszük az online portálunkra, amit szírnek hívunk, és ezben a felületen meg lehet találni ezeket az elhangzásokat, és az alapján tudja az adott szerző azt mondani, hogy igen, ez az enyém, csak A, elfelejtettem ezt a dalt bejelenteni, vagy B, ezt elírták, ennek nem is ez a címe, hanem az, és akkor összekötöm egy már meglévő művemmel ezt az elhangzást. Mm, jó, mind a haladó kérdéseket majd a csoportba fel fogom tenni, most jövök azokkal a kérdésekkel, amiket mindenképpen megírtatok. Jó, akkor maradjunk ezeknél a, a jogi dolgoknál feldolgozások. Remix cover. Ez a, talán a második kérdés, ami a leggyakrabban előfordul uh, itt a csoportunkban. Hol vannak, mint hogy mondjuk pont valakit feltette, hogy valamit megremixelt, eredeti hangsávról van szó, ilyenkor mi a teendő, nagyon sokan azt szokták hinni, uh, de javíts ki, ha ez nem így van, hogy az, az sikerül, uh, majd segít elintézni nekik, hogy, hogy ebből legális uh, dal lehessen, hogy megy ennek a folyamata, mi van akkor, ha engedély nélkül használ föl egy, egy, egy éneksávot, egy eredeti éneksávot, mi van akkor, ez újra van énekelve, ezt járjuk egy kicsit körbe. Oké. Okay. Amit nagyon fontos ebben megkülönböztetni, az az, hogy egy coverről van szó, abban az értelemben, hogy az eredeti hangfelvételből nem használunk semmit, Egy úgy gyakorlatilag hát átírjuk, át új hangszerre hangszereljük, és akkor egy új felvétel születik belőle vagy az eredeti hangfelvételből is dolgozunk. Ez megint visszavezett arra, amit rögtön a legelején mondtam, hogy van ugye szerzőnk, előadunk és hangfelvételjük tulajdonosunk, hogyha egy dalt átírunk, akkor az eredeti előadóval, eredeti hangfelvételjük tulajdonosan nem is kell foglalkoznunk, csak az eredeti szerzőkkel, hiszen csak a dalhoz nyúltunk hozzá, a felvételhez, az eredeti felvételhez nem. Ebből már látjuk, hogy minél inkább az eredeti felvételből is dolgozunk, annál bonyolultabb a jogi helyzet. Tehát akkor van az, hogy az eredeti kiadót is meg kell keresni. Általában az eredeti hangfelvétel kiadó az képviseli az előadókat is mögötted, de erre, erre akkor oda kell figyelni. Ez egy olyan helyzetet eredményez, hogy Remixet csinálni, vagy általában samplingelni, az, az egy eléggé bonyolult, nagyon összetett jogosítási folyamat, meg kell keresni az összes szereplőt, és az összes szereplőtől engedét kell hozzá kérni. Nyilván. Itt, itt lassan tudom, a bürokrácia hamarabb megöli a projektet, mint maga a, a lelkesedés. Igen, igen, ez nehéz kérdés, de hát ugye lássuk be, hogyha aztán egy ilyen uh, remix az mondjuk hipersikeres sikeres lesz, és tényleg a milliárd megtekintésekig elmegy, akkor nyilván joggal tartja, tartja vagy tartaná a markát az eredeti dalszerző, elő, előadó, eredeti kiadó, hogy őnek is jár ebből valamekkora rész. De hát régen, amíg ez, ezek tulajdonképpen még, még az internetvilága előtt, amíg ezek a keverek, ezek legfeljebb rockklubokban hangoztak el, addig az ember könnyebben legyintett, hogy hát most biztos nem fog mm. ott lenni az eredeti előadó, vagy az eredeti kiadó. Most, hogy az ember mindent fölrak a valami felületre, már eleve ezek az automata szűrők is nagyon sok esetben kidobják, hogy ez egyezést mutat. Meg hát nagyon könnyen elér a világ másik pontjára is ez az, az információ, hogy itt valaki feldolgozta. Tehát én azért alapvetően azt gondolom, hogy ha valaki tényleg ezzel sikerre törekszik, és nagyobb közönséghez akar elérni, akkor ennek a jogosítási része is rendbe kell, hogy legyen. És ezt nekik kell intézni, tehát ennek kvázi semmi köze az Artisiushoz. Mert, sokan ezt szortak, hogy akkor majd az Artisius segít el intézni, mert hogy, hogy ő ezekért felelős, tehát ez nem a ti feladatotok. Nem, mi legfeljebb abban tudunk segíteni, <coughs> hogy mondjuk ki annak az eredeti dalnak, mondjuk az enemű kiadója. Aha, ki tehát az adatbázisból lekérdezitek. Igen. 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 ilyen típusú információval tudunk segíteni, de nem csináljuk meg a, a Igen, tehát, tehát ezt, mindenkinek magának kell kvázi kiárnia, és akkor mm -hmm. vagy sikerrel jár, vagy nem. Említetted a szemplinget, akkor tegyük tisztába ezeket az urbán legendákat, hogy egy másodperc, két másodperc, három másodperc, szokták mondani, hogy, hogy van egy bizonyos időtartam, amit teljesen ö, ö, mindenfajta hercehúrta mentesen meg lehet csinálni. Van-e ilyen, vagy nincs? Hát bajba vagyok, mert egyébként egy kicsit van, de inkább nincs. <gül> <gül> Jó, tehát hogy egyszerűbb azt mondani, hogy nincs ilyen, mert egyébként tényleg ezek a... Nem is tudom, hogy honnan terjedtek el, tehát De, már ez már egy 20 talál, éve, 30 és éve. És mindenféle másodperccel hallottam, tehát <laughs> Igen. hallottam héttel, meg 30 al is, tehát tényleg, tényleg mindenféle ilyen, ilyen van. Amikor hangmintázásról van szó, ugye akkor is visszatérünk erre, hogy szerzőnk van, előadunk és hangfelvétel kiadunk a hangfelvétel jog tulajdonos szempontjából már a fél másodperces hangmintázás is felhasználás. Tehát őtől ahhoz is engedélyt kell. Amennyi mennyiben ez bizonyítható, gondolom. Igen, tehát abban a pillanatban, hogy ez műszakilag bizonyítható, onnantól kezdve egyértelmű, hogy, hogy engedélyt kell tőle kérni. A dalszerzői oldalon azért ez nem ennyire egyszerű, mert ha egy dalból valaki csak egyetlen hangulatot, vagy egy, tényleg egy kiáltást vesz ki, az, az az, az az adott dalnak nem egy lényegi része. Tehát lehetnek olyan helyzetek, amikor az eredeti hangfelvétel kiadótól engedélyt kérünk, de az eredeti dalszerzőtől nem. Ez nyilván nem vonatkozik az ilyen kányeveszt féle gyöngyhajú egy perc hossza, mert az, ott egyértelmű, de egy hang, két hang, ezek, ezek nem... Ak akkor fordítom lehetető. a srácoknak, és akkor segíts, hogy jól fordítottam-e. Tehát, ha konkrétan betöltjük az eredeti hangfájlt, és kát-kát kiveszek belőle egy részt, és berakom a szemplénbe úgy, hogy ez bizonyítható, az, az gáz, de úgy, ha mondjuk van egy énekdallam, és azt áthallásosra megírom, az már úgy ö, talán belefér. Hát volt egy Krisztina volt egy Aguilera dal, amiben ha felhasználtak egy Kovács négy szempontot. Na ott például az tipikusan az volt, hogy tényleg a, a Kovács Katinak csak egy, egy, egy ének hangját vették át, és ott nem kértek az eredeti dalszerzőktől engedélyt helyesen, viszont a kiadótól igen. Tehát már egy ilyen picinél is kell mm -hmm. a, a kiadótól engedélyt kérni. Tehát akkor ö, mi, mindenképpen ez mindenkinek, ha valaki ezt legális úton akarja végigjárni, járni, akkor ezt végig kell járni. Tuti, hogy jön ez a kérdés, most nem nézem direkt a kommenteket, de tuti jön ez a kérdés, de hát a Kovács Pistinek kín van, és, és neki nem szedték le a zenéjét, és akkor ilyen kormány hát, Kovács Pisti valószínűleg még nem elég népszerű hozzá, hogy lesz egy <laughs> <laughs> Igen, tehát akko, akkor, nyugodtan, tehát akkor ez kb. hazárdírozás egy, egy bizonyos szinten, ha valaki ennek ellenére is. szerintem ez egyébként nagyon sok területen így van, tehát el tudom képzelni, hogy a Suliban készített videók, azok, azok sem vedik ki a biztosítékot, de hogyha hirtelen egy fesztivál film lesz belőle, és a legnépszerűbb lesz, akkor biztos, hogy megjelennek azok, akiknek ebben érdekeltsége van. Tehát ez egy teljesen természetes. Igen, tehát ha, tehát ha valaki látványosan pénzt keres belőle, akkor biztosan megjelennek a, a, az emberek, akik kérik a részüket. Ha nyilván nulla forintot keresett belőle, akkor nincs mit leperelni, vagy nincs mit követni. Igen, nyilván vannak olyan jogosultak is, nekem eszembe jutott egy-két ügy, amikor, amikor jelentkezett úgy szerző vagy örökös, hogy azt mondta, hogy hallotta, hogy a cserkészek éneklik a tábortűznél, és a, de, 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 ilyen is van, de nyilván alapvetően ez a kivétel. A viszont azok nem cserkészek, hanem egy nagy koncert, egy fesztivál, vagy egy sikeres film, vagy egy sikeres videó, akkor, akkor ott természetes, hogy megjelennek azok az eredeti jogtulajdonosok, akiknek az érdekét a sérti. Mi a helyzet az ilyen régi feldolgozásokkal, népdalok, már olyan jellegű dolgok, ahol nincsen konkrét jellegű szerző? Nézzük ezeket az elévülési időket, amiket mindig keverni szoktak. Itt hogy működnek a dolgok? Ez is egy gyakori kérdés. Gyakori. Ez, ez nagyon gyakori. Ugye a népdalokat nem védi a szerzői jog egyáltalán, és a másik dolog, hogy a régi műveket sem védi, amit úgy kell érteni, hogy az utoljára meghalt szerzőtárs halálától 70 év a védelmi idő. Úgyhogy ez például azt jelenti, hogy mondjuk egy Bartók művet azt nyugodtan fel lehet dolgozni bármilyen formában, mert lejárta a 70 éves védelmi idő a halálától kezdve. Azért a könnyű zenében elég ritka az, hogy tényleg úgy lesz sikeres egy dal, hogy még ezt a 70 évet is mm -hmm. megéri. És hát mit tudom én, tehát a Beatles daloknál mondjuk még el sem indult ez a 70 éves védelmi idő, mert még, még a McCartney él, tehát hogy uh -huh. ez egy ez egy nagyon hosszú idő. Plusz talán... nyilván, ha már elő, eladják közben a katalógust, akkor az még meg tudja kavarni a, ezeket a... Lesz, am ameddig pedig él a szerzőgi védelem, addig jönnek ezek a játszmák, hogy a mekkora részét milyen cég képviseli, és ezt a céget eladják, felvásárolják, azt a katalógust adják el, hát ez... Most igen, igen, tehát bárki valamilyen feldolgozást akar csinálni, akkor ezeket mind-mind vissza kell fejteni és megtalálni itt az eredeti tulajdonosokat, jogkezelőket, mert másképpen nem lehet fehéríteni. Az éppen aktuális jogkezelőt kell megtalálni, és azt nem annyira lehetetlen azért, tehát hogy erre mondtam azt, hogy nálunk is van ilyen adatbázis, tehát mi meg tudjuk mondani, hogy ma Magyarországon mm. kit kell keresni ennek a Beatles dalnak a feldolgozás, mm -hmm. akkor ez nem lehetetlen. Jó, akkor szerintem azt, ezt, ezt így tisztába is tettük. Biztos sok DJ is néz minket. Nézzük ezeket a fránya DJ mixeket, nyilvános játszásról beszélünk, feltöltök egy mixet a Youtube-ra, ahol kvázi nem csak a saját dalaim szerepelnek, hanem mások által készített dalok is. Ez hogy működik jogilag? Hát alapvetően nincsen más szabály, mint amiről már beszéltünk. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy már, most már minden legókockánk megvan ahhoz, hogy ebből összerakjuk, hogy, hogy ezek a mixek is ezeknek az eredeti jogosultaknak az engedélyét igénylik. Tehát gyakorlatilag ez papíron úgy működne, hogy én csak úgy DJ-ként úgy tehetnék fel, mint egy órás mixet mások dalaiból, mint annó mint egy mixlemez készítéskor, hogy, hogy konkrétan kikérni az összes engedélyt, stb. 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 és ami megvan, azokat tudom így egybe Mixelni. Igen, hát, ebben, ebben az a technológiai változás, hogy minden elérhető lett, meg, meg ezek az automatikus zenefelismerők megjelentek, ez azt gondolom, hogy egy elég komoly változást hozott. Mert egyébként ezek a mixek, ameddig egy klubban jelentek meg, és megint csak nem hallotta senki, eddig más volt a sztori. Ez egy az a <coughs> helyzet, amikor az a kérdés jön, hogy vajon a jog milyen gyorsan éri utol szabályozásban. Hát itt az a helyzet, hogy a szabályozás nem változik, a tények meg a, a technológia megváltozik mm -hmm. mögött, és ez már is, tök is tök egészen mást jelent ugyanaz a szabály. Uh, tehát brazi, azok, akik uh panaszkodnak az iránt, hogy a YouTube leszette a dalt, a mixet, feldolgozást, amiben eredeti hangfelvétel volt. Nyilván a mix azért érdekes, mert van benne 12-30 darab eredeti hangfelvétel, és ott nyilván biztos, hogy valaki be van állítva a disztribútornál, hogy a tiltás, ha hmm. érzékel ezt a Content ID, tehát nem tudnak jogosan reklamálni. Tehát se, semmi, semmilyen módon, ha nincs engedélye, Igen. akkor az egy veszett fejszel, mondjuk mixet feltölteni. Igen, ugye vannak olyan jogtulajdonosok, akik azt az opciót választják a YouTube-on is, hogy engedik ezeket a feltöltéseket, csak mondjuk olyan reklám opciókat ilyen bevétel választ, meg a az törtös, szó, hogy a bevétel az hozzájuk megy. Tehát ilyen típusú opció az szokott lenni. Igen, a nézőknek mondom, egyetlen egy ilyen ö, legális felhasználás van jelenleg. Én úgy tudom, az a Mix Cloud-nak a szolgáltatás, akik közvetlen megállapodásban vannak az eszkeppel, el ö, és oda ezeket fel lehet tenni kvázi büntetlenül, tehát ott mivel ezek a dolgok le vannak így zsírozva, de a YouTube, meg egyéb más tartalomszolgáltatók esetében, akkor ugyanez a helyzet van, hogy hogy az illegális. Így, ilyen tekintetben. Csúnyán hangzott, de... De igen. Belemegyek a csoportba, mert párat neked is még itt feltettek így frissébe. És... Nézzünk egy pár kérdés, hogy Például, ha használok egy hangot, lúpot, ami egyértelműen felismerhető, és tudható, hogy melyik szempőpök termék rész, akkor engem kötelezhet -e bárki arra, hogy bizonyítsam, hogy jogszerűen használom. Most itt egy picit a szempőpakoknak a jogaiba kérdezed bele, segítek benne, ha gondolod. Igen, kicsit segíts meg is Tehát akkor... az a lényeg, hogy a, a vannak ezek a szempőcsomagok, amiket mondjuk készítünk mi, mi ketten, és általában az ASF ott az van, hogy bármire használhatod, kivétel nem árusíthatod önmagában. Ennyi van jogilagot. És mi van akkor, hogyha ha valaki mondjuk ezt kéri, hogy ezt, ezt jogosan használod-e ebben az esetben? Tehát akkor bemutatom ezt a, a, a pakkot, azt, hogy megvásároltam, uh -huh. és az ASF-et, és ez a, a jogos útja? Igen, ennek elvileg így működnie kell, ugye alapvetően a YouTube-nál is ez a rendszer van, hogy válaszolhatsz arra a klémre, ami, ami adott esetben automatikus módon jött, hogy de egyébként, bocs, nekem jogszerű felhasználási alapon van erre, de nekem ott kialakították ezt a rendszerét. Ö, mi a helyzet abban az esetben, mennyire van információd, amikor, amit beszéltünk a kocsiba, és hogy csomószor vannak ilyen stock oldalak, ahol erről elkészített alapok vannak, de nem exkluzív adják el, hanem mindenki számára. Tehát mondjuk egy alapot eladnak, amennyiszer lehet, amennyiszer megvásárolják, és a YouTube-on elkezdik egymást klémelni hiszen tehát technikailag jogos, gyakorlatilag max egy éneksáv, ami különbözik, hogy erre mi a, mi a szokás, vagy ez már egy olyan, olyan, olyan kibogozhatatlan területe itt a dolognak, hogy ez, ez nem olyan egyszerű. De szerintem jogilag elég világos a helyzet, hogyha tényleg ez van, tehát, hogy a, egy, egy kézdalnak a szerzői között ott vannak az eredeti alapnak a szerzői is, meg arra a, a topline-nak mm -hmm. a, a szerzői is. Úgyhogy ez ilyenkor, ha ők egymást klémelik, akkor ott valaki helytelenül klémel, mert valószínűleg egy olyan részt is magának klémel, aminek, amit nem kellene. Ilyenkor a, annak az alapnak a készítője lenne az, aki esetleg ezt klémelheti, de ha ő ezt eleve pont így értékesítette, pont így adta tovább, akkor ez... Ez, ez most tök jót mondta. Tám feltehető, hogy ő nem akarja letérteni Tehát ezek tulajdonképpen az minden, minden ilyen klém teljesen jogtalan, mert a, mert a, a, a a készítőink kívül, vagy az alapkészítőink kívül, nem lenne joga ezt... Klémenni Klém. Tehát akkor itt ebben gondolom az a helyzet, hogy be kell bizonyítani azt, hogy ezt erről az oldalról vetted, mm. hogy hogy ez erre és erre szabadon felhasználható, és akkor így lehet ezzel élni. Igen. Jó, mert ez nagyon-nagyon gyakori. Szerintem egyébként ezeknek a klémeknek is egy nagyon jelentős része alapvetően ilyen automatikus működésnek. Mm -hmm. Ez egy olyan elképesztő mennyiségű információ tartalom van fönt minden oldalon, hogy, hogy működnek ezek az mm -hmm. automaták egyezést, Találtam küldöm a letiltást, és mm. ezeknél itt valóban megvan mögötte a jogszerű működés. Mm -hmm. Amúgy, itt ez a jogszempontból mi? Van valami változás így az elmúlt években, vagy, vagy minden, ahogy itt beszéltünk, még viszonylag stabil, biztosan van, csak azt érezzük, hogy a, hogy a technika gyorsult föl, és egyszerűen túl hamar mennek végbe azok a dolgok, ami, amikhez régen mondjuk évek kellettek? Elég lassan változnak egyébként mögötte a, a, a nagyobb jogi rendszerek, és ezekkel a e, hát, e, hát lehet azt mondani, hogy az internet, mint új technika, hát azért az már nem egy új technológia egyáltalán, de hogy ezzel kapcsolatban is nagyon kevés új információ vagy vagy új rész jelent meg a szerzői jogban. Tehát mondjuk ilyenek, hogy a, a paródiát bizonyos esetekben engedni kell, mert ott a szólásszabadság ütközik a szerzői joggal, de hogy ezek nem változtatták meg az egésznek a képét. Azt gondolom, hogy az utóbbi időszaknak a legfontosabb változása az ez a fajta teljes átláthatóság és teljes Nyilvánosság. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy amint készítesz valamit, bárhova töltött föl, mindenki láthatja, azonnal szűrik, hogy egy van-e ebben egyezés. Ez az, ami ebben az igazán mm -hmm. érdemi változás. A jogi szabályok azok érdemben nem változtak. Ö, Amerikában van egy olyan kifejezés, hogy fair use, ez talán a méltányos használat egy jó fordítás. Van-e Magyarországon ilyen, mondjuk akár zene, zene szempontból, vagy az csak inkább az amerikai jogrendben van már? Hát most ez egy ilyen nagyon, ez egy unalmas rész lesz, de megpróbálom gyorsan átpörgetni, át hogy a, a szerzői jogban mindig megvannak azok a kivételek, ami a szerzői jognak, a szerzőnek a jogával szemben kivétel. Tehát azt mondja a jogrendszer, hogy írtál egy dalt, biztosítok neked jogokat, de másoknak is lehetnek jogszerű érdekeik, és ezért a te jogodat korlátozom. Mert ezernyi ilyen típusú dolog lehet, hogy tudom én, föl lehessen használni hírszolgáltatásban, mert, mert az egy fontos információt, akkor ne lehessen azt mondani, hogy az ő szerző jogára hivatkozva én most nem használhatom föl a beszédének egy részletét, ezért erre van egy kivétel. És az amerikai szerzőjog, meg az európai ebben máshogy gondolkodik. Az európai szerzőjog az úgy működik, hogy a törvény pontosan felsorolja, hogy ebben a 27 esetben lehet uh -huh. korlátozni a szerzőjogát, az amerikai meg egy ilyen gumiszabályt tartalmaz, hogy ha nem nagy részt, ha nem fontos, a ha gazdaságilag tehát éppen hogy, hogy És ez, ez, a fair use, a másik a magyar, meg általában az európai, ez meg az úgynevezett free use, tehát hogy megvannak ezek a fix, pontosan meghatározott dolgok, hogy, hogy mikor lehet kivételt tenni. Tehát szerintem a fair use az ilyen értelemben egy rugalmasabb rendszer, uh -huh. nyilván ebből következően egy kicsit bizonytalanabb is lehet az ember, hogy mit szabad, mit nem szabad. Az európai rendszer az ebből a szempontból következetesebb és tisztább. Minnállatok, mondjuk egy előadó által elkövetett legtipikusabb hiba, amire mondjuk mindenképpen felhívnád a nézőknek a figyelmét, amit ami mondjuk így veletek kapcsolatban elkövetnek, akár regisztráció, technikai dolog, akár valami olyan dolog, ami, 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 amiről megfeledkeznek, és pénzt hagynak az asztalon. Tehát milyen olyan tipikus hiba van, a, a, ami így, így gyakran előfordul, és így, így jó lenne, ha tudnák így az elején a srácok. Hát nem, nem nagy dolog ez egyébként, vagy nem lesz meglepő nyilván, de hogy aki mondjuk elfelejti regisztrálni a dalait, az, az nem mm. a legjobb módja annak, hogy hogy pénze legyen aztán a az zenélésből. Tehát én azt gondolom, hogy ez ezt lehet egyértelműen kiemelni, hogy hogy minél hamarabb, amint kész van egy dal, amint publikus lesz, akkor rögtön regisztrálni mm. a dalt, és nem majd egyszer, majd később. De lehet, hogy a második részben fogunk ezt még Igen, ezt, ezt a másodikban teljesen végig fogjuk a, a, regisztrálástól, hogy milyen olyan folyamatok jöhetnek, meg ilyen picit ilyen prób aspektusokat is belehozunk, úgyhogy ezt végig fogjuk csinálni. Megnézem közben itt a streamben, hogy van -e esetleg olyan kérdés, amit én nem tettem föl, hogy ö, Uh, hogy rendezvényi lejelentés. Várható Artisus adatbázisának bővítése, vagy csak azokra a dalok szerepelnek ott, amiket lejelentettek az előadók. Több bosszantó a kétes infókat fog a netről lejelentéskor. Hát most uh, a pró szintre lépünk, vagy most nagyon egy nagyon egy, bizonyos részbe bele, uh, belemászunk, de szívesen teszem. Alapvetően ugye a, a koncertek esetében, rendezvények, élőzenés rendezvények esetében a uh, elhangzott daloknak a műsorát, azt meg kell valahonnan tudnunk, és most már erre is vannak ugye, online felületeink, ahol ezt meg lehet adni. Akár maga a rendezvényszervező, akár a fellépő uh -huh. is megadhatja ezeket a dalokat. És hát ennek keretében nyilván az lenne a legszebb, hogyha egy ilyen gyönyörű adatbázisból lehetne válogatni, hogy hogy pontosan milyen dalok vannak. De az az igazság, hogy a világ összes dalának teljes adatbázis az, az nem, nem áll annyira könnyen kézre, és hogy mi folyton ezt keresgéljük, hogy mi az a mennyiségű adat, amit érdemes kitenni olyan dalok, amikből ha kiválasztja azt, hogy miket játszott ő, akkor azt, az, az, tényleg eltalál a szerzőhöz. Ezt bővítjük egyébként ezt az adatbázist folyamatosan. Szerintem az összes dal nem fog, a világ összes dalát nem tesszük ki, mert egyszerűen ellehetetleníti az egyszerű eseteknek a bejelentését, uh -huh. ha ott van tényleg az összes mamma mia a világon. Na van még egy picit haladó kérdés, de lehet, hogy sokak számára hasznos, hogy az Artisius tagságot lehet-e frízelni, azaz szünetetni, mert például az Epidemic Sound mert az artlist csak akkor fogadja el a zenét, ha nem protag a küldő. Igen, ebben az esetben itt a pro az piáró, egyébként ez egy olyan rövidítés, ami az egyik ilyen rövidítése a közös jogkezelőknek, uh -huh. mint az Artisius. Igen, alapvetően, ami itt egy, egy fontos változás az utóbbi, ezért mondjuk jó legalább tíz évben, az az, hogy az a régi modell, hogy egy szerző egy országban a helyi közös jogkezelőnek a tagja is lusz, ez azért elkezdett megváltozni, és megjelentek mellette különböző ilyen jogkezelés melletti alternatívák, hogy nem kapsz jogdíjat a jogkezelőttől, és akkor egy összegben eladod a dalodat, mm -hmm. és örülsz neki, de nincsen semmi további mögöttes jogdíj. Nyilván ezt nem kell mondanom, ezek nekünk, ezek nekünk versenytársaink tulajdonképpen mm -hmm. ezek a szolgáltatások, tehát nem biztos, hogy ezeket én most reklámozni fogom. hogy Tehát, az, össze, tehát az összes ilyen stock, akkor ez nektek effektíven van? vannak olyan stockok, -ok, amik, sőt, a stock zenéknek, amit általában ilyen zenei könyvtáraknak uh -huh. szoktak hívni, music library-nek, ezeknek a legnagyobb része a közös jogkezelésen belül van, uh -huh. és van egy kisebb részük, ami. Én, az a YouTube-nak ilyen... a, a, a stock library-ről van. Van egy csomó Aha. olyan zenemű kiadó, ami erre van specializálódva, hogy azok, akik filmeket, tévéműsorokat, egymeket készítenek, azok rendszeresen használnak ugye ilyen típusú zenéket. Ezek nagy része a közös jogkezelésben van, tehát ha elhangzik valami ilyen használati zene egy reklámban vagy egy filmben, akkor azok után ugyanúgy mi beszedjük és felosztjuk a jogdíjat, és ezeknek egy része azt az utat keresi, hogy hogyan tud a közös jogkezelésen kívül működni. Tehát, hogy mit tud, hogyan tudja azt mondani, hogy én jogdíjmentesen adok zenéket. Ennek, hogy ennek a piacnak is megvan a maga dinamikája. Én azt látom, hogy egyébként ezek az ilyen royalty-free stock zenék, ezek nem uralták le a piacot. Uh -huh. Az az igazság, hogy valójában minden ilyen royalty-free szolgáltatás azért az hosszú távon az összes beszedhető jogdi értékét nyomja lefelé. Tehát ha nem lennének ilyen artisztushoz hasonló közös jogkezelők sehol, akkor ebben a túltermelésben, ami van a zenében, ebnek, ebben a zenéknek az értéke nagyon hamar uh -huh. leérne a nullához, mert mindenki tudja még olcsóban adni, meg még olcsóban adni. Csak egy ilyen árverseny lenne, Tehát, hogy tiszta árverseny lenne. Igazából ez a közösségkezelési modell, ami kialakult, ez azért létezik ilyen régóta, mert ez egyébként nem egy modern uh, találmány, egyáltalán nem ez a 19. század közepén alakult, és Magyarországon is a 20. század legelején már létrejött a, az Artis az elődje. Ez tulajdonképpen egy picit ezt a tiszta árversenyt torzítja, és pontosan azért, hogy legyen egy fix beszedhető jogdíj tömeg, éppen ezért mi nem a hasunkra ütve állapítjuk meg a tarifákat, hanem ilyen állami jóváhagyás van uh -huh. mögötte. Tehát ez egy olyan rendszer, ami egy adott szinten tartja a beszedhető jogdíjat. Ha csúnyán akarom fogalmazni, akkor ez egyfajta kártel, amit uh -huh. már mi itt vagyunk, uh -huh. hogy ennyit fogunk kérni, hogyha elhangzik egy dala a tévében és akkor jönnek azok, akik azt mondják, hogy lépjél ki, és én, én majd kevesebbet aha, aha. a tezenédért. Tehát <coughs> éppen ez hosszú távon lefele megy, de nyilván mindenkinek szíve joga azt mondani, hogy én nekem nem kell az az összeg, hanem én közvetlenül lehet, hogy egy jobb díl tudok kötni. Így végezetül én érzem, hogy van-e egy kérdés, és akkor utána jövök a végső kérdésem, nincs, nincs ezzel kapcsolatban kérdés. Ez picit ilyen teoretikus, úgyse tudott pontosan, majd ez egy ilyen hülye kérdés, de ez ilyen inspiratív jelleggel gondolom a, a nézőknek. Mennyire lehet szerinted Magyarországon Megélni, hát most a megélés alatt ilyen, ilyen egészséges idínyekre gondolok, mondjuk kizárólag jogdíjakból. Hát szerintem szinte senki nem él kizárólag jogdíjakból, tehát ezt hozzá kell tennem, amit már mondtam korábban, hogy, hogy több lábon áll egy, egy zenész, és abból mennyi az, ami, ami kifejezetten a... De mondjuk, a mekkora, de mondjuk egy, egy jelentős hányadát mondjuk kiteheti, ami, ami, ami mondjuk azt mondja, hogy főállásban tud zenélni. Mert mondjuk, hogy annyit tud keresni mondjuk a rádiós játszásokból, vagy mert, mert folyamatosan mennek videóklipjeim én mindig, és abból évente jön annyi, hogy a, ha, a, a havi osztása a hogy az, az nem egy rossz. Hát most kicsit lehet, hogy hasonló ütésszerű lesz, de ezért szoktunk nézni hasonló számokat, tehát nem, nem, nem mm. fogok nagyon mm. nőni. Én azt mondom, hogy aki csak szerzőjogból mm. meg tud élni, az 200-300 fő. Mm aki ugye a zenélésből meg tud élni, az mondjuk 2000-3000 fő. És mennyi van nálatok regisztrálva? Ezt tudod esetleg? Hát jó 20, 20 ezer. Tehát akkor, tehát a, aki csak zenélésből, akkor kb. a 10 százaléka, kb. akkor az 1-2 százaléka, mondjuk Igen. a, a, a magyar zenész. Nyilván, na, amikor azt nézed, ez, ez, egy nagyon érdekes dolog, ah. Uh -huh. egy ilyen zeneipari jelentésünk, zeneipar.info oldalon meg lehet találni. Az egyik legnehezebb kérdés, amire nem lehet válaszolni, hogy ki a zenész mert hogy igazából aki már egyszer hangszert fogott a vagy néha otthon zenél, vagy egyszer-egyszer föllép, vagy néha van egy dala, ez egy ilyen egyre szűkülő kör, és ennek tényleg az a az a magia, ami azt lehet mondani, hogy Magyarországon zenélésből megél, ez nem egy nagyon széles kör, azért ez látszik tulajdonképpen egy, egy sportarénában. Ez nyilván elkünnel. a piacnak a, a, a méretéből is adódik, tehát ez, ez nem feltétlenül emiatt Igen. van, de akkor nagyjából mondhatni, akkor ez a 10 2 3% így, így ami ami erre így válasz. Igen. Jó, én azt mondom, hogy egy 5 perc pihenőre elmegyünk, egy pár perc pihenőre elmegyünk, és akkor a negyedik évados csoportban elkezdjük itt pontosan a részletekre szétbontani a regisztrációnak a mentét, mert amilyen ilyen kérdések általában felszoktak merülni, úgyhogy mindenképpen érdemes minket követni a negyedik évadba. Ebbe tudtok még mindig jelentkezni a mai nap, utólag is tudtok jelentkezni most is, itt vagyok a gép előtt jóvá tudom hagyni, úgyhogy várunk mindenkit ott sok szeretettel. Így a YouTube-osoktól és a Facebook-osoktól, akik itt vannak, meg szeretnénk elköszönni, és Péternek szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. Köszönöm. Szerintem így egy csomó mindent itt tisztába tettünk. Lehet, hogy majd még küldök neked pár kérdést, ami egy utólag jön, és akkor maxi kommentben még megválaszolom. Szuper, köszönjük. Köszönjük szépen, vigyázzatok maratokra. Sziasztok!